Egy gyors pályaismertetést követően kerékpárokra ültek a helyi diákok, hogy legjobb tudások szerint járjanak be egy biciklis ügyességi útvonalat, ugyanis ismét megszervezte hagyományos közlekedési versenyét a Rákos Csabai Jókaimon Református Általános Iskola, Rákosmente Önkormányzata és a 17. kerületi rendőrkapitányság. A gyerekeknek elsőként egy akadálypályát kellett hibák nélkül teljesíteniük, amely során a közlekedési szabályokat betartva kellett kanyarodniuk, egy gyalogátkelőn és egy körforgalmon áthaladniuk. A megmérettetésen az 5., 6., illetve a 7. és 8. osztályos tanulók vettek részt. Az akadályokkal nekem nem volt teljesen problémám, mert suliba gyakoroltunk, meg igazából így én szeretem az ilyen kihívásokat, és így nem volt olyan nehéz, izgalmas volt. Az elméleti kérdés, azt is gyakoroltuk, és szerintem, hogyha így a nagyját átvettük, meg minden így nem lehetett olyan szörnyű szerintem. A program lebonyolításában évek óta részt vesz a 17. kerületi rendőrkapitányság is. Belinszky Klára, a rendőrszázados elmondta, ez a megmérettetés egy kerületi válogató, a BRFK Fővárosi Baleset Megelőzési Bizottságának két vetélkedőjére, aki a mester két keréken és a kerékpáros iskolakupa elnevezésű versenyekre. A diákoknak a gyakorlati jellegű feladatok elvégzését követően egy elméleti kérdéssor megírásával is egyaránt bizonyítaniuk kellett rátermettségüket. Kressztesztnél az volt az elsődleges szempont, hogy a gyerekek életkorának megfelelő legyen, illetve elsősorban a kerékpáros közlekedés, szabályos kerékpáros közlekedésre fókuszál, tehát minden egyes kérdés az a kerékpáros közlekedésre vonatkozik, a pálya pedig egy ügyességi és szabályossági pálya. Az eseményre több kerületi oktatási intézményből is érkeztek résztvevők, legnagyobb létszámban azonban a Jókaimon Református Általános Iskola növendékei voltak jelen. A tanintézetben ugyanis már hagyományosnak számít a program megszervezése. Egyszer hagyomány, másodszor pedig a közlekedés a mindennapjaink része, és hát szeretnénk, hogy minél jobban elmélyíteni gyerekekben a közlekedési ismereteket, helyes közlekedést, helyes közlekedési magatartást, és mindez beépüljön a mindennapjaikba. Az oklevelek átadásában Horváth Tamás polgármester és dr. Füzesi Péter alpolgármester is segítkezett. A városvezető elmondta, a helyhatóság számára fontos a gyermekek közlekedéssel és kerékpáros ügyességgel kapcsolatos készségeinek és képességeinek fejlesztése. Azzal, hogy itt a gyermekek készülnek erre a versenyre, majd részt vesznek a versenyben, be tudják mutatni, hogy mit tanultak, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy minél többen használják a kerékpárt, de kerékpárt csak felelősséggel lehet használni, tehát tudnunk kell a közlekedési szabályokat, és egyáltalán tudnunk kell a kerékpárunkat biztonságosan üzemeltetni, hogy használni, és azért is fontos ez a verseny, hogy a gyerekek gyakoroljanak és bemutassák a tudásukat, hiszen ennek lesz majd egy folytatása is. A budapesti döntőre jutnak el innen a nyertesek. Korcsoportonként a legjobban teljesítő első és második helyezett fiú, illetve leány versenyző tovább jutott a fővárosi döntőbe. A közeljövőben a 17. kerület képviseletében a nagyobbak közül Csizmadia Lívia, Stork Alexandra, továbbá Pozsonyi Bálint és Csizmadia Zalán, a kisebbek közül pedig Pecsuk Johanna és Papek Szilvia, valamint Juhász Máté és Regő Adrián állhat majd a rajtvonalhoz a soron következő vetelkedő keretében.